Bár a szeszélyes áprilisban már érezhettük magunkat egy kicsit a nyárban is, fűteni a legtöbb helyen még mindig szükséges. Az egyedi fűtésű lakások és házak nagy részében még napi szinten melegen tartják a radiátorokat az ott lakók, és nincs ez másként a távhős lakásoknál sem. A távhőszolgáltató nem áll le, hogyha a, a fűtési időszakban a a hőmérséket igényli, akkor természetesen az egyes a lakásokban a fűtést biztosítjuk. Az elmúlt hetekben volt olyan időszak, amikor napközben jó idő volt, meleg idő volt, ilyenkor természetesen napközben nem ment a távfűtés, viszont a reggeli, illetve az esti órákban újraindítottuk a, a fűtést. A mostani időszakot is ez jellemzi, figyeljük folyamatosan a hőmérsékletet és ehhez igazítjuk a szolgáltatásunkat, hogyha a hőmérséklet, látjuk, hogy a hajnali órákban alacsony, illetve az esti órákban alacsony a hőmérséklet, akkor fűtünk. Az idén télen tapasztalt rendkívüli hideg sem okozott nagy problémát a távhőszolgáltatásban, mely még mindig a lakók rendelkezésére áll. Az eddigi előrejelzések szerint nagyon valószínű, hogy április végéig, május elejéig is kitart a szakaszos fűtés a társasházi lakásokban. Volt egy ugye kritikus időszak januárban, amikor nagyon lement a hőmérséklet, mínusz 17-15-17 fokok is voltak akár napközben is. Ebben az időszakban is jól működött a távhőszolgáltató, nem volt egyáltalán semmilyen olyan üzemzavar, ami befolyásolta volna a lakásoknak a melegét, úgyhogy azt gondoljuk, hogy jól teljesítettünk ilyen szempontból, és a befektetett energiának, illetve a folyamatos korszerűsítésnek, karbantartásnak itt volt az eredménye, hogy nem okozott semmilyen üzemzavart a rendkívüli hideg sem. A szolgáltató a fűtésszezont akkor tekintheti május 15 -e előtt lezárhatónak, ha a hőmérséklet lehetővé teszi a fűtés kikapcsolását, előre láthatólag erre május első hetében lesz lehetőség. A lakások állapotának függvényében azonban az egyéni fűtésszezon vége még egy társasházon belül is különböző lehet.